Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon. A Star Liga 37. szerencsés adása következik, legalábbis nekem a 37-es szám az a szerencsés szám. Majd mindjárt megkérdezzük Petkót, hogy melyik a kedvenc szerencse száma, mert hogy ma is itt van velünk, és ő kommentálja le a következő futamot. Sziasztok, hát őszintén annyira nagyon nincs, de mindegyik, a legtöbb számhoz azért tudok kötni valamit, ami miatt fontos így számomra. Uh-huh. Én úgy vagyok vele. ALMS, Hilflix, meg GP. Szerintem nem szükséges most durvítani, mehetünk a GP-re, mert igazából arra is állítottam be a beállításokat. Aha. Szerintem a szponzor feliratok miatt van különbség. Szerintem az lehet a különbség. Uh-huh. Na, a két futam típus között más egy cuccos. Uh-huh. És egy fontos beszámolóba tartozunk. Beszélnünk kell néhány dologról. Elsőként, ugye előző futam, illetve előző adásokban történt ugye a moszkvai versenyfutam dolgunk, ami botránnyá fajult át. Ugye aki esetleg nem látta, röviden néhány szót. A verseny nagyon jól indult, ugye én kezdtem az első pozícióban, és nagyjából egy 2-3 körig tartottam a dolgokat, amikor egy óriási balesetbe bekeveredtem, és ennek során kiestem. Ez még rendben van. Tehát ez még részemről oké. Utána elkezdtük nézni a mezőnyt, megint egy olyan 1-2 kör múlva óriási balesetek az utolsó kanyarban. Ez is rendben van, azt gondolom, mert az AIK kockáztattak ott az utolsó kanyar előtt, és egyiket itt is ráfáztak. Igen, viszont, az itteni nézet. Viszont utána meg történtek olyan dolgok, amit ugye az előbb említett eset utáni safety car idézett elő. Igen, tehát volt ez. Amelynek hatására egyrészt a box utcába egymást tartották föl a mezőnybe, a mezőny a safety car törte össze magát, illetve egymást a verseny alatt is, meg a safety car időszak alatt is, amelynek következtében ugye hosszú órákon keresztül ugye a BD bizottság ugye vizsgálta a lehetséges megoldásokat az a verseny tisztességes elbírálása kapcsán. És ugye végül a BD arra jutott, a döntőbizottság, hogy a futamot a körtől kezdve értékelik ki. Tehát lezártuk a futamot akkor, amikor bejött a safety car. Igen. Tehát amikor bejött a safety car-s időszak, akkor álló eredményt fogadta el végeredményként a testület. Tehát olyan, mintha ledőrent volna az ég Malajziában. Úgy képzeljétek el ezt a szituációt, és a safety car-nak az utolsó teljes körös eredményt számítottuk bele a végeredménybe, mert ami utána következett, az nem verseny. Ez már sokkal jobb egyébként, teszem hozzá. Majd mindjárt beszélünk erről is, hogy miről van szó. És ennek köszönhetően az akkori eredményállás szerint lett kiirdetve a végeredmény, amelynek eredményeként az is hozza magával, hogy így a verseny nem volt 100%-os formátumú, így a versenyzők, akik az első 10 helyen végeztek, mindösszesen a verseny elérhető pontszám 50%-át kapták meg. Igen. Tehát akkor beszéljünk a végeredményről, csak az első 10-et tudjuk most kimondani, nektek elnézést kérek, mert ugye ő nekik adtuk a pontokat. Tehát Befejezzem, hogy ugye azért kell most mondanunk az eredményt, mert ugye mi nem úgy köszöntünk el, hogy az a végső eredmény, hanem ahogy lezártuk amikor leintették a versenyzők. Tehát nem az lett a végső eredmény, ami a leintéskor lett, hanem egy másik eredmény. Ilyenkor viszont én azt gondolom, hogy kötelességünk kimondani a teljes eredményt. Ugyanakkor most csak az első 10-et tudjuk mondani, elnézést kérek, majd ezt megkapjátok írásban, vagy nem tudom mi.
Igen, tehát a futam végeredménye a következőképpen alakult. Ugye Van Iramiú végül megnyerte a futamot, és ezzel 10 ponttal gazdagodott. Igen, mert ugye felezzük. A vége, igen. A második helyen Hütte Dóri végzett, aki végül ugye 8,5 pontot szerzett a futam során. A harmadik helyezett... Puskázom kell. Csáumia. Csáumia lett, igen, a privát pilóták közül. A negyedik helyen Rózsa Gyuri végzett, ő 6 ponttal gazdagodott a futam során. Ötödik helyen végzett a Hódos Attila, a Mi Attilánk, aki így 5 ponttal gazdagodott a futam során. Igen, és még nem bajnok, ezt tegyük hozzá. És még nem bajnok. Mindjárt de majd ennek van egy másik része is, hogy miért. Igen. Utána Gessler Dorigot, aki így 4 ponttal gazdagodott. Majd jött utána a csapattársa Gundi, a Gundel Takács Gábor, aki 3 pontot hozott a játékhatárok nélkül csapatának. Ugye utána Van Iramiú csapattársa is pontot szerzett, M. Taylor, aki így 2 ponttal segítette a csapatot, hogy mind a 2 pilótája pontot szerzett. Ezzel ugye a csapat 61 ponttal gazdagodott. És a végén a csapat, Daninak a csapattársa, Bogi is szerzett 1 pontot, és végül 10-ként jó magam zártam. Igen, viszont te csak fél pontot kaptál ennek. Igen. Így a bajnokság úgy alakult, hogy végső győztese nem lett se a csapatbajnoki címnek, se a egyéni pilótai címnek. Privát meg olyan szoros, hogy gyakorlatilag az utolsó Igen. versenyen jelentettük volna ki. Ami, igen, hogy ki a tényleges győztes. Ami eddigi tudásotok szerint, ugye ez. Tehát a lagunaszakai futam. De történt ezzel kapcsolatban is egy komoly változás. Leginkább ez azzal kapcsolatban, illetve azért történt ez a fajta változás, mert hogyha az alapszintű pontokat ítélte volna a versenybizottság, akkor eldőlt volna már minden. De másképp döntött. Vitatható körülmények között. Igen. De másképp döntött a szervezőbizottság, és beiktatott, kérném szépen, még egy futamot, amivel kapcsolatban pedig megint mindjárt Petkó fog nyilatkozni. Tehát egy a lényeg, nem Laguna Secában záródik az évad. Tehát nem itt fogjuk befejezni. De viszont... nagyon sok minden eldőlhet akár itt is, ezáltal. Igen. Egy aprócskát majd le kell vennünk az ait. Jó. Mert majd mindjárt beszélek. Följebb, jobban mondom följebb, nem? Vagy nem? Lejjebb? Igen, hülyét tenni kell őket. Aha. Már bocsánat. Na szóval... De mindjárt beszélünk róla, mert kicsit előre száguldottam ezzel a gondolatommal. Szóval az eldöntött futam, ugye azt is eredményezi, hogy még továbbra is nyílt maradt a bajnokság egy részről. Más részről viszont a kockázat nem múlt el attól, hogy akár most is kihirdessünk matematikai szempontból nézve bajnokot. Tehát voltak éppen tekintsétek úgy, hogy a moszkvai versenyt egy plusz futamként raktuk be. Igen. De viszont, biztosan eldőhessen matematikai szempontból is, hogy ki lesz a végső győztese a bajnokságnak, ezért ugye a BT bizottság ugye egy plusz helyszínt berakott, amelynek köszönhetően ismételten visszatér a bajnokság Európába, Európa nagy díj
cipszolat fog lefutni a verseny. Igen, mert hogy Franciaországban leszünk még egy futamot, és az árufutam a Bugatti pályán lesz, Le Mans. Tehát a kisebbik Le Mans-i versenypályán leszünk a Bugattiban, és mivel ugye Franciaországban voltunk már, bocsi, hogy elvettem a szót tőled, Petko, ezért átneveztük Európa Nagydíjnak az eseményt, úgyhogy ezért történik ez, hogy most Európa Nagydíj néven fog majd menni a Bugatti verseny. És akkor picit szeretnék egy-két szót mondani így a hát most így a Stáliga részéről itt a dolgokra, mint az eddigi három évad, most már megadom ezt a harmadik évadot is, állandó részvevőjeként, és picit így a liga kapcsán a gondolataimat így ezzel a helyzettel kapcsolatban, ami most történt a moszkvai versenypályán kapcsolatban. Én csak annyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy a döntés természetesen egy nagyon jó és megalapozott döntés volt. Egyrészt azt ki szeretném hangsúlyozni, hogy se nem Petko, se nem Attila, se nem Jackass, én azt gondolom, hogy egyik költők sem szállna vitába azzal kapcsolatban, hogy ezt a döntést most felülbírálnád, vagy ilyesmi. Tehát tényleg ez egy elfogadhatatlan dolog volt. Tehát pártatlanul döntött itt a BT ezzel kapcsolatban. Így is, úgy is egyébként én pont nélkül fejeztem volna be azt a futamot, tehát igazából a futam része, a futam kérdése az így nem múlott rajta. Az a része viszont már sokkal inkább érdekesebb, hogy plusz futam az kinek kedvez vagy sem. Lehet, hogy Attila annak örült volna, hogy ha már bajnok, vagy ha már most lesz bajnok, akkor vagy ha most lenne ez az utcsó futam, akkor már nagyon nehezen tudnánk behozni őt. Tehát nem, matematikailag már nem is tudtuk volna. Matematikailag már nem tudtuk volna. De, szerintem most még igen. A félpontokkal... A félpontokkal igen. Tehát a félpontok, de... és most jelenleg, ha úgy állnánk, hogy ez lenne az utolsó futam, úgy állnánk, hogy én, Petko, és így, tehát, és Jackass foghatjuk be Attilát. Tehát a két... Igen, igen, és Jackassnek is az kell, hogy csak ő szerezzen pontot négyünkből. És győzelmet. Tehát igazából voltak éppen inkább három emberre ment volna a verseny. Így viszont még inkább kinyílt ez a bajnokság, tehát még több esélyessé vált a dolog. Amivel kapcsolatban lehet, hogy egy kicsit így az Attila bemutat nekünk egy fütyiszt. Én azt gondolom, még egy gondolatom lenne így az egész történése kapcsolatban. Az eddigi két évad kapcsán, amikor volt ilyen vitás pálya, nem volt jó boxutca, meg mondjuk olyan is volt, amikor az én vezetési képességem még nem volt olyan okés, hogy vállalható volt, legyen vagy volt a verseny, akkor azt csináltuk, hogy töröltük az egészet, megtartottuk magát az élőadást, meg ilyesmi, nem számítottuk bele a pontversenybe, és egész egyszerűen mentünk tovább, tehát egy próbaversenynek tituláltuk. Tehát ahhoz képest, hogy az eddigi két évadban mi történt így a pontvers, illetve így a bajnokság tekintetében, ez egy kicsit másabb fajta döntés irányvonal volt, ami nem tudom, hogy... Nyilván ugye más volt a BT vezetősége, tehát egy kicsit érdekes volt a tekintetben. Én csak annyit akarok ezzel kapcsolatban kihangsúlyozni, hogy részemről én az elmúlt két évadnak a döntését vettem volna figyelembe. Ezek a félpontok annyira sokban nem számítanak, és bevallom a nézőknek, tehát hogyha a próbafutam, ezt a versenyt is nyugodtan bedobhattuk volna próbafutamnak. Tehát igazából nem múlott volna sok mindenen az egész. De mindegy, lényeg az, hogy lezártuk, és olyan eredménnyel, amivel azt gondolom, hogy mindenki elégedett. Igaz? Igen. Jó, és akkor beszéljünk a mostani versenyünk helyszínére, így negyed órával az adás kezdés után. Szóval Laguna Seca a helyszín az amerikai Egyesült Államokból.
én kértem be ezt a pályát, két indok is belejátszódott ebbe a dologba. Az egyik és nagyon fontos indok, az egy emlék. Nevezetesen az, hogy itt Petkóval megosztottam egy kis érdekességet, hogy ugye ez egy autóversenypálya, meg motorversenyes pálya, igaz? Igen. Ugyanakkor nem tudom, hogy tudtad-e, de voltak itt kerékpárosok is. Ugyanis a Tour de... hirtelen a Kalifornia. Kalifornia, köszönöm. Tehát a kaliforniai körverseny egyik szakaszának célja az a Laguna Seca-i pálya volt, méghozzá úgy csinálták meg, hogy 5 kört megtettek a pályán visszafelé, tehát a dugóhúzó a pálya leghíresebb kanyarját fölfelé tették meg, ezáltal is ugye a kerékpárosoknak nagyon megnehezítve a dolgát, hiszen most lehet, hogy Petkót megkérem, hogy kicsit noteszeljen ez ügyben, nem tudom, hogy milyen meredekségű a dugóhúzó, de rendkívül meredek. Tehát az durva voltam, én emlékszem a közvetítésére az Eurosportnak, olyan szinten durva volt az emelkedő, mintha Budapesten a Kisceli utcához közelít, tenném a dolgot, tehát olyan szintű meredekségű pályarészként tehetem. És másik részről nem csak e tekintetben, más autóversenyes közvetítés kapcsán is láttam magát ezt a pályát, úgyhogy én azt mondom, hogy abszolút helye van a sztárligában ennek a pályának, és az itt látható hibákat leginkább ugye azért látjátok tőlem, mert hogy most én közben beszélek hozzátok, és egy kicsit így megosztó a vélemény, illetve megosztom a figyelmemet két dolog kapcsán, úgyhogy kicsit így nehéz így a kettőre együtt koncentrálni. Itt legalább viszont nem mondhatod el, hogy a pálya komoly gondok lennének. Igen, igen, tehát ismerem a pályát, örülök ennek a pályának, szeretem a pályát, dimbes dombos, tehát ezt is imádom rajta. Viszont még nem mentem rajta versenyt, ez az egyetlen egy kérdőjel, és így az első körökben még azért voltak problémák ennek kapcsán. Még egy fontos információt el kell mondanom, két adás között történt egy másik pályaverzión egy tesztelés, amelynek során mit döcögtünk volna egy Icarus buszon, olyan szinten így remegett az egész, és ennek során hát elég komoly fejfájások jöttek elő, úgyhogy azonnal leállítottuk a felvételt a rosszul létek miatt, és ezért változtattunk pályaverziót, és ezért vagyunk ezen a bizonyos pályaverzión, egy kicsit másabb jellegű pályaverzión. És ugye ennek kapcsán jegyeztem meg így a első néhány perc után, hogy ez már jobb, ez már sokkal jobb. Ugye Petkónak. Ennek ellenére viszont azt még megint ki kell mondanom, hogy egy olyan 4-5-ös szinten lejjebb kell vennem az aikat. Tehát egy kicsit hülyévé kell tennem őket, mert nagyon nagy a különbség. Tehát majdnem 2 másodpercet adnak nekem. Első szektorban tudom őket tartani, a második szektorban kapok tőlük valami miatt, nagyon durván. Amit szeretnék megfejteni, egyébként teszem hozzá. Megmondom neked, hogy mennyi a színkülönbség a kanyarbejárat és a kijárata között. A dugóhúzónál? 18 méter. Az a százalékban? Vagy fokban? Jó, nem matekoztassuk szegény Petkót, most nem erre van a... Tehát így, ez az, amit így első körben így megtaláltam róla. Jó. És akár is, akár nem, a korábbi főszponzornak a magyar blogján találtam meg ezt a konkrét információt. Tehát a Mazdánál, vagy a Coca-Colánál? Mazdánál, igen. Mazdánál. És az a legrősebb, hogy ők is megemlítik amúgy azt a dolgot, amit te most említesz. ők is beleírták, hogy kerékpáros verseny. És nem csak kerékpáros, hanem futóversenyt is tartanak ugyanúgy. Igen, igen. Bár az inkább nem futóverseny, mert
mert ugye a szintkülönbségek nagyon erősek, és én azt gondolom, hogy nem tekintik azt maratoninak, tehát hivatalosan. Igen, de hogy a lényeg, hogy futóversenyt is rendeznek. De hát az ugyanaz a Hungaroringen is van. De kerékpárversenyt Hungaroringen tudomásom szerint nem rendeztek. Ezt meg tudom cáfolni, tudod miért? Mert én láttam a Hungaroringi dokumentumfilmet. Jó. Ami a 86-os nyitásról szólt. És azon bizony volt futó és kerékpáros verseny is. Oké. Okay. Akkoriban. Tehát minimum akkor volt. Jó. Tehát én konkrétan láttam jó, a dokumentumfilmet. Jó, okay. Akkor erre én is párhuzamot vonnék egy másik példával. Megyeri híd. 2006-os nyitásánál futóversenyt rendeztek. Ma ezt el tudod ott rajta képzelni? Maximum, ha valaki a kocsia után megy, mert kirabolták. Ja. Hát ja, túl gyakran nem zárnák le ezért, igen, a magát a nyomulat. Vagy valakit kidobtak a buszba, mert ugye viccel. Rosszalkodott, ja. És akkor mondja a sofőrnek, hogy jó van, jöjjenek vissza, mert a táskán még rajtuk maradt. Szóval összefoglalva, első szektor megvan. Látod is, hogy előnyben vagyok. A második szektor viszont nagyon durván kapok tőlük, nem tudom. Azért, mert például itt beasítasz hármasba. Hogyha így kell átmenni rajtad, simán át tudsz menni fúgázza. És itt lennél a jobbosnál, itt kell már megállnod. Nagyon. Látod? És most egy jobban ment. Oké. Jó, nem voltam akkor annyira bátor. Tehát itt nem kell félni ezzel a kanyarra. Itt vigyázni kell, itt kicsit vissza kell lassítani. Úgy. És itt nagyon befékezni. Itt most. Jó, ez. Egyre kell megfékezni. Okay. Így. Na akkor reméljük megvan az egy másodperc. Ó! Jó van, nem mondtam semmit. Inkább egy kicsit okosítani kell a mezőnyt. És köszönöm a tanácsot Petkónak. Ezek szerint nem ismertem mégsem annyira jól a pályát. Tehát bizony szakaszok, hogy rá kell érezni, hogy hol kell nagyon megfékezni, meg hol tudod teljes gázza. Igen. Itt például csak egy nagyon kicsit kell elvenni, és akkor tudsz tovább menni. És úgy 18 000, de a különbség, hogy az első kanyart elrontottam, elég tágra vettem. Uh-huh. Na akkor ezt kell egy sebességgel, akkor ezt most kicsit még át kell éreznem, ezt a sebességkülönbségest. De valahogy így. És most? Ez jó. Kicsit agyon lett fékezve szerintem. Nem, ezt annyira meg kell fékezni, mert máskülönben nem tudod jó ívről megkezdeni. Ha nagyon lecsúszol, akkor még lassabb vagy, érted ott. Igen. Nem tudsz gyorsan akkor kijönni. Itt viszont már sok volt. Ez viszont sok volt, igen. Ezt én is éreztem, nem volt meg a megfelelő szög ahhoz, hogy be tudjak ténylegesen kanyarodni. Egy másodpercig bekerült. Tehát a jobb széről kell megkezdened az utolsó kanyart, és úgy ráfordulni a bal rázókőre. Tehát itt ki tudod használni rázókövet, mert igen, itt igen. Nincs ilyen jellegű gond. Azért is látszódik, hogy azért az én választásom nem Petkóé. Bocs. Még egy vagy két kört megyünk, és utána megyünk az időmérőre. Ez most nagyon levágós volt. Most ezt szándékosan húztam le. Még így is egy tized az előnyöm. Nem akarom ezt az időt elég nagyra, mert ott szerintem volt egy elég komoly levágásom. Úgyhogy
megadom azt, hogy egy kicsit ők. Na és akkor még egy kört összerakunk, és akkor azzal vége akkor mostani adásunknak. Elrontottad, mi? Igen, sok lett. Ugye ez visszafordított, ez az első kanyar. Na, ezt meg nem lehet teljes tempóba venni. Ennek elég. Igen, kicsit el kell menni a gázról a kezed, de amúgy át lehet vinni sebességbe. Csak ahhoz a rázókövön kell kanyarodni jobb oldalt. Igen, ez is jobbos volt. Ezekért az 57 óta létezik amúgy a pálya. Jó régóta. Összesen 7 jobb és 4 bal kanyarból áll. Igen. Na, és akkor következő adásban jön az időmérő futam. Úgyhogy akkor várjuk ezt az időmérő futamot. Jobb, hogy gyakoroltuk rendesen a pályát. Mit gondolsz, rakjunk rájuk egy kis IQ-t? Mennyi lett végül a különbség? 1 másodperc. 2%. 2%-kal vegyük föl? Igen. Jó, oké, ezt megtesszük a két adás között, úgyhogy várunk benneteket a következő alkalommal. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Sziasztok!